Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A 3 kérdőjeles jóslás december 8-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Itt, ennél a kártyánál láthatunk egy fiatal fiút. Ennek szimbolikus jelentése van, jelenti az időt, hogy hamarosan kézbe veszi a dolgokat, megvalósítja a terveit, mert ez az aranyérem szimbolizálja a föld elemét, tehát a reális dolgokat. Ez a fiatal fiú szimbolizál még valamit, kicsi lépéseket, de kis lépésekkel is elérjük a céljainkat. Amit ő a kezében tart, az egy aranyérem, az lehet, hogy az anyagiakat illeti, vagy a munkáját, de azt is, hogy mindaz, ami értékes számára, azt szeretné a birtokába venni. Ezek az értékek lehetnek belső értékek is. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt ezen a kártyán láthatunk egy hölgyet, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és mutatja az ő belső világát, az ő érzelmeit. Ő nagyon bizonytalan. Körülötte minden olyan átláthatatlan. Ő befele tekint. Neki szüksége van erre a belső erőre, de ő még bizonytalan. A 2-es szám arra utal, hogy 2 lehetőség közül kell döntenie, de utal a párkapcsolatra is. A 3. kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a lovas férfi utal a mozgásra, és az azt jelenti, ő közeledik hozzátok, nem jön üres kézzel, átnyújtja számotokra ezt az aranykejhet, és az szimbolizálja az érzelmeket, mutatja az ő nyitottságát, és most megtekintjük a napi energiát, ami egy lelki üzenet. A sárkányod szeretete megérint téged, és megnyílik a valóság mezeje. Ez a sárkány, ami kármikus témáinkat szimbolizálja. Nem csak a kiutat, egy jövőt, hanem a múltat is. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!